Sziasztok! Az én nevem Attila, és ma egy újabb Szalma József által készített íjat szeretnék bemutatni számatokra. Szalma József egy gyorsabb, dinamikusabb íjat szeretett volna a magyar íjánál, amely az alapokat szolgálta ennek az íjnak a létrejöttében. Szóval egy magyar alapokra épülő íjat tartok a kezemben, amely a szarvaknál kapott kis változtatást, és így sokkal finomabb, vékonyabb íjszarv forma jött létre, amely segítségével ez az íj plusz dinamikát kapott, de erről kicsit később fogok beszélni, vagyis a szarvakról. Miután megmutatta az íjat nekem József, és megkapta a pozitív visszajelzést az íj forma világával kapcsolatban, megkérdezte, ha szeretnék nevet adni ennek az íjnak. És én megtisztelve éreztem magamat, úgyhogy elvállaltam a névválasztást. Néhány nap után ugyanaz a név járt a fejemben, amely a Sámán íj volt, és végül is Józsefnek is tetszett, úgyhogy a Sámán íj nevet kapta ez az íj. Első látásra tetszett az íj, mikor a kezembe került, nagyon jó érzés volt a kezemben tartani, és voltak elvárásaim vele szembe a magyar íj után. Tetszik az íj formája és a letisztultsága. Az íjon csak a 28 hüvelyken a 40 font erő szerepel, és lehet, hogy bőven elég is így. Alapos munkát végzett József, és szépek az összeillesztések. Mindenhol látszik, hogy nem az első íját készíti. Figyelemre méltó a törekvése, a folytonos fejlesztése és kisebb-nagyobb újításokra, amelyek új modellekben jelennek meg. Nagyon szimpatikus ez a narancssárgás-vörös színezés, ami nagyon jól áll az íjnak. A lakkozás, felületkezelés nagyon jó minőségű, úgy mint a bandázsolás is. Hozzám ebbe a védőfóliába érkezett, ami alatt találjuk a megszokott íjtartózsákot, kis szalma íjmatricával rajta. Az íjhoz tartozik egy idegakasztó, aminek mindig örvendünk, ha van. És az idegen találunk göböt is, felszerelve, ami egy piros pont, mert nem kell evel foglalkoznunk vásárlás után. Nézzétek, milyen szép ez a szarv, amely innen kezdődik a bandázsolás alól, és milyen gyönyörű C-forma világ tárul a szemünk elé. Na de akkor térjünk is rá a mérésekre. Az ideghossz a 127 cm, és akkor nézzük a súlyát ennek az íjnak. Ennek az íjnak a súlya 385 g, pontosan. Ez az íj 28 hüvelyken 40 font erőt fejt ki, és ahogy megszokhattátok már, megnézzük mekkora az erőnövekedés 30 hüvelyken. Na lássuk is! 46 fontra erősödik fel 30 hüvelyken az íjunk. A markolat kényelmes, jól áll a tenyeremben, egy picit csúszós, de erre vannak megoldások, ahogy mindenki tudja, ha erre lenne szükség. A kifutó rész is nagyon jól ki van alakítva, így nem lesz gond a lövésekkor. Az ismétlés a tudás anyja, már megszokhattátok, ki lesz próbálva több formában is az így, gyűrűs, háromujjas technikával is. Kíváncsi vagyok, hogyan szerepel és milyen érzés lesz vele lönni. Mielőtt folytatnám a videót, szíves figyelmetekbe ajánlom a feliratkozást, mert csak így sikerül minél több emberhez eljuttatni az íjászatról szóló videókat, és ha tetszik, ha nem, a like gombra azért kattintsatok rá. A videó megosztása nagyon nagy mértékben segíti ennek a csatornának a növekedését, és így több emberhez juthatnak el többek között íjászattal kapcsolatos információk. Köszönöm szépen! Na de akkor kezdjük az alapoknál, a felajzással, és utána lehet lönni. Itt van a Sámán íj a kezembe, ahogy látjátok, van egy szép kis húrakasztója. Akkor kezdjük az ajzással, tartjuk az ideget egyenesen, átlépünk a bal lábunkkal, sípcsonton megtámasztjuk az alsó szarv mögött, comb fenék hajlatnál megtámasztjuk a markolatot, és a felső szarv hajlatánál megtartjuk. Csak tartjuk a kezünkkel, nem kell fogni, szorítani. Szépen előre húzzuk, testből, erőből, ki hogy szereti, és beakasszuk szépen a húrakasztóba az ideget. Megnézzük, hogy feküdjön szépen az ideg, lent is, fent is, rendben van, így néz ki az íjunk. Ez az íjforma, akkor lőjünk vele. Közelebbről lövök néhányat ezekkel a Szalma Józsi által készített céllövő vesszőkkel.
Ez egy pontos így, csak rá kell hangulja az ember jól magát. Odafigyel az ember, akkor teljesen jól megy. Gyertek, lőjünk távot is vele. Lássuk, meddig száll el a bambuszvesző vele. Mérjünk egyet. Kíváncsi vagyok, meddig sikerült eltolja a bambuszveszőket a sámáni. Ó, már látok egyet. Hát az elég jó. Jól leszállt azért. Nagyon jó idő van. Szerintem minden ilyen jó napos, száraz időre vágyik. Itt a tavasz, itt van újra. Na, nem tudom, ha látjátok, itt van az első vessző. És itt az első, ott a második. És ott a harmadik, hát akkor menjünk a harmadikhoz, mert úgy tűnik, hogy ő van a legtávolabb. Hát egy olyan 20 méteres sávval lőttem őket, nem csoda, mert két tollal rendelkezik csak. Ezek ilyen teszt darabok, lássuk, melyik szállt el a legjobban. Érdekes, a két tollas szállt el, itt is lennénk. Itt van, ott a távolban van az autó, mérjünk egyet. Vele mérjük le a dolgokat. 225 métert. Ez a vessző 225 métert szállt el. Ez nem rossz. Céllövőitől. Szedjük össze őket. Ahogy mondtam, 225 méterre sikerült elszálljon a bambuszvesző. Háromból az egyik, amelyik a legtávolabb szállt el. Ez nem rossz eredmény egy céllövőitől. Na akkor haladjunk visszafelé. Beszéljünk a Szalma József által készített sámániról, amelynek az inspirációját a magyar íj adta, és egy kicsi asszír formavilágot látok felfedezni, vélek felfedezni a szarvakban. És ez a formavilág egy plusz dinamikát, plusz sebességet, plusz gyorsaságot ad az íjnak a magyar íjhoz képest. Az íj jól sikerült. Távlövésbe így kipróbáltam, hogy na, legyen meg az is. 225 méter az teljesen jó távolság bambuszveszőkkel. Az íjnak 40 font ereje van, 28 hüvelyes húzáshossznál. Jól szerepel a célzásnál is, főleg, hogyha a Szalma József által ajánlott technikát kezdjük el elsajátítani. A sámáni íjat Szalma József azoknak készítette el, akik egy gyorsabb, dinamikus íjat szeretnének a magyar íjjal ellentétbe, amely céllövésbe is jól szerepel, viszont egy picit büntet. Egy jól sikerült és szép kecses így, jól szerepel gyűrűs lövéssel, jól szerepel háromujjas lövéssel, habár nálam a gyűrűs lövés az egy másodlagos szempont, de viszont lehet arra is használni. Céllövésnél a Szalma József által kialakított technikát, hogyha használjátok, akkor jól működik evel az íjjal, picit jobban büntet, mint a magyar íj. Erre legyetek felkészülve, és ez érvényes minden gyors íjra a magyar íjakhoz, meg a céllövő íjakhoz képest. Köszönöm szépen, József, ezt a jó íjat, és köszönjük szépen, hogy fejlesztesz folytonosan, és az íjászoknak a kedvébe próbálsz járni mindenféleképpen. Ha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és osszátok meg a barátokkal, ismerősökkel. Köszönöm szépen, hogy megtekintettétek a videót, a viszontlátásra, sziasztok!